2007 után másodszor nyerte meg a labdarúgó Budapest kupát a TFS-e, ezúttal a Blasz 2-es gárdaként büntetőpárban verve az egyosztálya feljebbjátszó ASR Gázgyárt. A Diadarról és a közegről beszélgetünk Nagy Máté ügyvezetővel, a gólvávogó csapatkapitány Marton Gergővel és a büntetőlő Barsi János kapussal. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Gratulálunk, itt van a kupa is. Mi volt a fontosabb idén számotokra, a kupa megnyerése vagy a sikeres bajnoki szereplés, ami feljutást jelentene? Elsősorban természetesen a bajnokság volt a cél. A szezon elején nem számoltunk azzal, hogy reális esélyünk lesz a kupagyőzelemre, de ahogy teltek a fordulók, ugye úgy érzem, hogy a csapat is kicsit vérszemet kapott, és 5 első osztályú csapatot búcsúztatva sikerült végül megnyerni a kupát. Hát ezt akarom mondani, hogy ebben a kupában az első mérkőzéstől fogva mindig egy osztályra feljebb játszó csapatokkal találkoztatok. Hogy kapott el benneteket Gergő a hív, hogy azért ebből egy jópofa kaland helyett, vagy abból kifejlődve lehet Igen. valami egészen komoly történet? Pontosabban a második fordulóban csatlakoztunk, és a Csepelt vertük 10-0-ra. Ez egy alacsonyabb rendű, talán Blasz 3-as csapat. És onnantól kezdve jöttek a Blasz 1-es csapatok. Talán a legjobb meccsünk az építők elleni, 43. számú építők elleni meccs volt. Az utolsó percekbe szereztük meg a győzelmet, és utána a második kerület a döntő előtt, ott aztán tényleg az utolsó percben nyertünk 1-0-ra. Ugyan X esetén is mi mentünk volna tovább, de sokkal nagyobb élmény volt így, hogy győzelemmel mentünk tovább. A döntő az Janiról szólt, igen, az nem a futballról, nehéz meccs volt, inkább az odáig vezető út volt az, ami összehozta a csapatot. Az elején a mester csak azt mondta, hogy játszunk, a bajnoksága fontos, de egy győzelem lett a vége. Na, és akkor az átfordul szinte észrevétlenül abba, hogy ebből még nagy eredmény is lett. A legnehezebb győzelem, Jani, melyik volt a döntő előtt? Hát ez szerintem egyértelműen az, hogy a 43 számú építők az egy nagyon erős csapat. Az szerintem talán, ha olyan formában van, akár azt a Gázgyárt is képes legyőzni, de azon a csapat ellen nagyon-nagyon komolyan fociztunk. Mindenki ott volt, mindenki koncentrált, és ezért sikerült az, hogy az utolsó percben a Geri, vagy az utolsó negyed órában a Geri fejesével. Ugye 80. perc körül. Sikerült 2-1-re megnyerni ezt a meccset. Na most elérkeztünk a döntőhöz, és a döntő előtt nem tudom, ilyenkor mit mondott a klubvezetés, feldobta-e a prémium Ferrari-kat például győzelem esetére, hogy megint egy erősebb, magasabb osztálybeli csapat következik a döntőben? Hát alapvetően amatőr sportcsapat vagyunk, de egyébként a legjobb játékosaink ösztöndíjban részesülnek, hála a Testnevelési Egyetemnek, úgyhogy ezzel próbáljuk ösztönözni azt, hogy minél magasabb osztályba tudjuk eljuttatni a csapatsportágainkat. Nem kivétel ez alól a labdarúgás sem, nem titkolt cél volt, hogy egy osztályt szeretnénk lépni ebben a szezonban, és hát csak azt mondtuk nekik, hogy tényleg élvezzék a játékot, és hogyha már itt vannak, szerintem egy TFS sosem kell motiválni a győzelemre, úgyhogy ez volt a kulcsa a sikernek. Na most, és akkor jött az a bizonyos döntő, amire azt mondtad, Gergő, hogy nem a fociról szólt, és hogyha azt vesszük, hogy te a bajnokságban ontod a gólokat, és a kupában is, hogyha jól számolom, 6-ot szereztél, adódik a kérdés, hogy a döntőn miért nem sikerült betalálni? Igen, két nagyon defenzív csapat vált egymással szembe. Ez egy régi olaszos döntő volt. Igen, mezőnyöztünk rengeteget. Sajnos magas labdákat kaptam, földön nem nagyon tudtuk átjátszani a középpályukat, rettentően szervezett csapat a Gázgyár, és egy jó csapat, sőt pihentek a kupa meccs előtt, mi bevállaltuk, hogy szombaton játszunk a Szacsal, győzelemmel ért véget az a meccs. Fáradtabbak voltunk, hiányzott a kreativitás, elsősorban az, hogy középpályán nem tudtuk átjátszani a labdát, ez rányomta a bélyegét a meccsre. Védőink hatalmasat mentek, az ellenfél azért, mert Blasz 1-es nem tudott jobbat nyújtani. Tehát. És akkor
elérkezünk a végéhez, és Janihoz, a hőshöz jöttek a büntetők. Mire figyeltél? Ez azért gondolom, Blasz 1, Blasz 2-ben nem úgy van, hogy bár javíts ki, hogy ott vannak a cetlik előtted, az összes játékos, hogy az elmúlt 10 évben hova lőtte a büntetőket, mire figyel a kapus? Hát egyáltalán nem, ez ott az adott pillanatban, azon a meccsen, amit mit tapasztaltam, hogy ők, a támadóik, azok, hogy hogyan, merre próbálják játszani a labdát. Ja, ahogy ugye a meccsen éreztem, hogy ők merre próbálják csinálni a tehát a meccs tapasztalatból próbáltam meríteni, meg egyszerűen a koncentráció és az, hogy egyszerűen mindent figyeltem a játékoson, hogy hogy rakja le a labdát, hogy lép oda, és végig figyeltem, nem ugortam el előre, próbáltam kifigyelni, és akkor úgy Nem az az előre eldöntöm, merre fogok elmenni, hanem a lövés pillanatában figyelted a mozgást, és ezt a döntést hoztad. Egyébként ezzel a szugerálással te meg is zavartad a lövőket, és elrontották, vagy az volt a jellemző, hogy egyszerűen nagyon jó védtél, és nem tudták... Szerintem ez azért megzavarja, hogy minden, hogy figyelem, és le se veszem róla szemét, ez azért megzavarja szerintem egy csatárt, bár ezt neki tudja. Nem tudom, de szerencsére sikerült jó irányba mennem, nem tudom, hogy ez minek volt köszönhető, de hál' Istennek megnyertük ezzel a büntető párbajjal ezt a kupát. Egyébként Jani amúgy is ilyen 11-es lőfajta? Hát szerencsére nem kapunk rengeteg 11-est, bár mostanában előfordul. Hétvégén sajnos nem tudta hárítani. Ugye ott a rendes játékidőben a gázgyár ellen nagyon-nagyon fontos volt az, hogy azt megfogta. Valószínűleg, ha az nem úgy van, akkor mi nem rúgunk gólt az életbe se. És ugye, mert a büntető párbaj alatt pedig még 2, tehát abszolút az utána következő ünneplésen, amit a TFS és a Máté szponzorált meg nekünk, akkor Barsi János nevét emlegettük egész este. Egyre galuskásabb szavakkal. Milyen volt az ünneplés? És mit jelent most, 10 éve nyerte meg a TFS ezt a Budapest kupát, szóval mit jelent most ez a klub életében? Hatalmas nagy dolog, én úgy gondolom, hiszen nem sokkal ezelőtt a Blasz 4-ből kellett újraindulni a csapatnak, és minden évben egy osztály tudtak feljebb lépni, és ennek talán ez a csúcsa jelenleg ez a teljesítmény, és ugye reméljük, hogy majd a bajnokságot is sikerül megnyerni. Úgyhogy abszolút komolyan vesszük, hiszen a korábban is Blasz 1-esként tudtuk megnyerni, reméljük, hogy jövőre is Blasz 1-esként tudjuk megvédeni ezt a címet majd. Már a címvédésről beszélünk, de nézzük ezt a bizonyos bajnokságot, ahol, ha jól látom, akkor most a második helyen áll a csapat, de cél a feljutás. Mekkora esély van erre? Van esélyünk, 2 meccsel kevesebbet játszottunk, mint a többi csapat. Ugye most hétvégén volt a Budafok elleni rangadó. 1-0-as vezetés után sajnos egy gyermektek hiba után kapott itt 11-est az ellenfél csapat, és utána szétestünk, kicsit szervezetlenek voltunk. A jövőre nézve, ha most a következő 5 meccset az elmaradt 2-vel behúzzuk, akkor a BVSC-hez úgy mehetünk az utolsó fordulóra, hogy bajnokok vagyunk. Ezen van most a csapat mindenes játékosa és az edzői stáb is. Na most, innentől kezdve, ha sikerülne és feljutna a csapat, és hogyha mondjuk csak az angol fociban kicsit a ezeknek a budapesti Swansea-ként, amely annak idején évről évre ugrált fölfelé. Szóval, mi ennek a vége? Ez nyilván nagyobb kötelezettség, még egy osztályal feljebb, de hol lesz hosszú távon a helye szerintetek és a céljaitok szerint a klubnak a magyar futballban? Melyik osztályban? Ugye a testnevelési egyetemmel közösen határoztuk meg a célokat a következő időszakra, amint ugye várhatóan 2020-ra a kampuszfejlesztés második üteme is befejeződik, addigra kell a sportegyesületnek elsősorban a csapatsportágakban a megfelelő helyre eljutni. Most egyelőre a stabil budapesti első osztályú szereplés a cél, és hogyha elkészül az új létesítmény, akkor pedig meglátjuk, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre, de hogyha a csapat feljutó helyen áll, akkor nem rajtunk fog múlni, ezt megígérhetem.
Uraim, még egyszer gratulálunk, és további sok sikert. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.